Sziasztok! Most azt szeretném megmutatni, hogy agyaggolyóban hogy telelnek az adeniumok. Ők már itt vannak bent, ugye, október közepétől körülbelül. Agyaggolyóban vannak egész idő alatt. Hát volt azért egy-két pusztulás sajnos, mert amikor behoztam őket, akkor kivettem ugye a cseréből, megnéztem a gyökerüket, és visszatettem valamelyiket egy nagyobba. És ott biztos megsértettem gyökeret, mert volt egy-kettő, amelyik elpusztult. De azóta nem történt semmi különös. Egy olyan két hetente szoktam kb. Őket megspriccelni vízzel, mindig attól függ, nézegetem a törzsüket, megnyomkodom néha, úgy gondolom, hogy kicsit puha, akkor megnézem, hogy össze van esetleg egy picit száradva, és akkor azokat picit jobban megfújom, de általában olyan két hetente nagyjából, meg csak meg szoktam fújni az agyakkavicsot, és akkor több locsolást igazából nem igényelnek. A nagyok, amik nekem már földben vannak, mert őket már régebben vettem, mint ezeket a magokat ültettem, ők földben voltak még, nekem bent vannak a lakásban, ők még levelesek, és őket viszont meg egyáltalán nem locsoltam, már legalább olyan körülbelül 3 hónapja. Itt van egy-kettő, látszik is, ugye itt egy picit, mert a jobb szélső össze is van száradva, rájuk egy kicsit több vizet szoktam tenni, azért gyűjtöttem így külön őket, de egyébként semmilyen locsolás nem igényelnek. Van itt közben pluméria is, ők is ledobták a leveleiket, de ők se kapnak igazából több vizet, mint az adeniumok, tehát nagyjából ugyanannyit.